Köszöntöm kedves nézőinket, a köztér mai vendége Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is, hogy itt látok. Mielőtt mai fehérvári látogatásának okáról beszélgetnénk, beszéljünk egy olyan témáról, ami most sokakat érint, és adásunk felvétel előtt nem sokkal jött az örömteli hír, ugye, hogy minden magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni Afganisztánból. Mekkora feladat volt ez? Hát nézze, sajnos az elmúlt 20 esztendő globális politikai döntéseinek a teljes kudarca az, amivel szembesültünk Afganisztánban az elmúlt néhány hétben. Világ legnagyobb és legerősebb nemzetközi katonai védelmi szövetségének missziója sajnos sikertelenül, kudarcosan zárult, hiszen nem sokkal azután, hogy Afganisztánból gyakorlatilag megtörtént a katonai kivonulás, egy-két napon belül ugyanazok a tálibok átvették a hatalmat, akik ellen elvileg ugye 20 éven keresztül zajlott a küzdelem. Nyilvánvalóan ilyenkor mindig vészhelyzeti feladatok adódnak. Ilyen vészhelyzeti feladat volt az, hogy mindazoknak segítséget kínáljunk, akik az elmúlt 20 esztendős misszió alatt ott szolgált magyar katonáknak segítettek, velük együtt dolgoztak, és természetesen rajtuk kívül azokat a magyar állampolgárokat is segítsük, akik Afganisztán területén élnek, éltek, vagy ott tartózkodtak, de elkívántak jönni az ismert fejlemények nyomán. Most már a katonáink is hazatértek, akik nem könnyű körülmények közepette teljesítették ezt a feladatot, hiszen Afganisztánban gyakorlatilag teljes a káosz, de legalábbis Kabulban és legalábbis a repülőtér környéken. Ugye ma már azt hallani, hogy olyan terrortámadás készül, amelynek a valószínűsége sajnos rendkívül magas. Ezért szerencsére jó időben sikerül már itthon tudnunk a magyar honvédeket. Én azt gondolom, hogy a következtetéseket meg a tanulságokat hamarosan le kell vonni. Őszinte világos szembenézésre van szükség. Most a szokásos politikai lózungok nem lesznek elegendőek, hanem meg kell nézni, hogy hogyan lehet az, hogy a NATO, mint a világ legnagyobb, legerősebb katonai szövetsége 20 éves missziójával ennyit tud elérni. Valaki vagy valakik valamit nagyon félre kalkuláltak. Én azt gondolom, olyan értesülések alapján hozhattak döntéseket, amely értesülésekről vagy értékelésekről az derült ki, hogy kevésbé voltak helytállóak. És ez NATO kudarca egyértelműen, vagy esetleg inkább az Egyesült Államoké? Ugye hát, ezért ez egy... Nézze, formálisan egy NATO akcióról beszélünk. Jó, mindenki pontosan tudja, hogy amerikai kezdeményezésre történt minden. Amerikai döntés alapján történt a kivonulás is. Én magam ott voltam, hát virtuálisan, mert videokonferencia volt, azon a NATO külügyminiszteri értekezleten idén tavasszal, amikor az amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy itt a vége. Tehát ez nem egy konzultáció volt, hanem egy bejelentés, amelyhez aztán nyilván alkalmazkodott mindenki más, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az amerikaiak, hogyha kijönnek ebből a misszióból, akkor a missziónak vége van. De mi is akkor álltunk szembe az a helyzette, hogy a még ott lévő, ott volt kis számú katonai kontingensünket is természetesen elhoztuk. Mi akkor már két lehetséges veszélyre figyelmeztettünk. Ugye akkor is már azt kértük a többiektől a NATO-ban, hogy értjük a döntést, de azt biztosítani kellene, vagy kellett volna, hogy a kivonulást követően se váljon a nemzetközi terrorizmus melegágyává Afganisztán. Biztosítani kellett volna azt, hogy a regionális stabilitás fent tudjon maradni, tehát az Afganisztánnal a szomszédos országoknak ne jelentsen fenyegetést az Afganisztánból kiinduló mondjuk terror vagy migrációs kockázat, és a harmadik pedig maga a migráció. De az illegális migrációs hullámok eléggé megkeserítették Európa életét az elmúlt 6 esztendőben. Az is világosan látszik, ha valaki ránéz a földgömbre, hogy ha Afganisztánból valaki megindul Európa irányába, akkor Törökországig senki nem tartóztatja fel. Aztán hát a törökök, ahol jelenleg kb. 4 millió migráns tartózkodik, és az Európai Unió még mindig nem fizette ki a megígért összeget, ők hogyan állnak ez a kérdéshez?
és akkor Törökországtól egyetlen egy ugrás a Nyugat-Balkán, onnan meg már ott is vannak Magyarország déli határánál, tehát jó lenne ezeket a jeleneteket, amelyek 2015-re emlékeztetnek minket idén, vagy hát innentől kezdve folyamatosan elkerülni. Mit tehetünk ez ellen mi, magyarok? Hát nézze, nyilvánvalóan képviselni kell azt az álláspontunkat, amely úgy szól, hogy semmilyen mechanizmusban nem vagyunk hajlandók részt venni, semmilyen mechanizmus létrehozását nem támogatjuk, amely újabb migrációs hullámokat ambicionálna Afganisztán területéről. Tehát ezért tartjuk veszélyesnek azt, amikor egyes szövetségeseink azt mondják, hogy hát minden afgánnak, aki most el akar jönni Afganisztánból, biztosítani kell ezt a lehetőséget. Ez egy olyan kijelentés, ami rendkívül felelőtlen, és emlékszünk a 2015-ös kijelentésekre, hogy mindenki nyugodtan mehet Németországba, és ott majd beadhatja a menekült státusz iránti kérelmét. Láttuk abból, mi lett. Ugyanez játszódik le egy kicsit Pepitában jelenleg. Mi kizárólag azt tudjuk elfogadni, hogy a nemzetközi erőket támogató, velük együtt korábban dolgozó, és ezért most az életüket veszélyben érző afgánoknak nyújtsunk segítséget, és mindenki azoknak, akik velük dolgoztak. Tehát például mi magyarok természetesen segítséget nyújtunk azoknak az afgánoknak, a családjaikkal együtt, akik most bajba kerülnek azért, mert nekünk magyaroknak dolgoztak Afganisztánban. De aztán mindenki gondoskodjon a sajátjairól. A dánok arról, akik nekik dolgoztak, az amerikaiak arról, akik nekik dolgoztak, a csehek arról, akik... Tehát ne elkeverjük a dolgokat. Éppen ezért, ugyanúgy, hogy az EU-ban nem voltunk hajlandók semmifajta kötelező letelepítési kvótarendszerhez hozzájárulni, így a NATO-ban is ellenezzük egy olyan mechanizmusnak a létrehozását, amely mintegy elosztaná, ki tudja milyen alapon, a nemzetközi erők számára szolgáltatta és tett afgánokat az országok között. Akik nekünk dolgoztak, meg segítünk, de ennyi. Mennyire hallgathat a világ a környező országokra, akik nyilván jobban ismerik a helyzetet, és már ugye lehet olvasni a cikkeket, hogy például az oroszoktól elkezdtek ugye fegyvereket rendelni, és már figyelmeztetnek arra, hogy menekültként akár terroristák szökhetnek át a környező országokba. Nyilván ők ezzel jobban tisztában vannak, mint mi itt akár Székesfehérváron, vagy még nyugatabbra. Igen, hát jó volna, hogyha a térség országaira figyelne a világ, hiszen ők azok, akik testközelből érzékelték, hogy milyen az Afganisztán szomszédjának lenni, hogy milyen az, amikor a szomszédos országból rendkívül erőszakos, veszélyes és messzire elérő terrorista hullámok indulnak ki, vagy éppen messzire elérő illegális migrációs hullámok. Ráadásul már elkezdték rebesgetni, hogy hát a szomszédos országokban menjenek át azok, akik el akarják hagyni Afganisztánt. Ez is nagyon komoly destabilizációhoz vezetne a szomszédos országokban, és minél nagyobb térség stabilitása kerül veszélybe, annál inkább lesz az egésznek egy globális világszintű kihatása, és ezt el kell kerülni. Tehát most gyakorlatilag a NATO afganisztáni kudarcával létrejött egy olyan biztonsági helyzet a világban, ami talán az eddigiekhez képest, mondjuk az elmúlt egy-két évtizedet nézve, a legnagyobb kockázatot hordozza magában, hiszen ha újabb nemzetközi terrorista, illetve migrációs hullámok indulnak ki Afganisztánból, akkor az az egész világ számára rendkívül veszélyt fog jelenteni. Az egész műsort átbeszélhetnénk, én azt gondolom az afganisztáni helyzetről nagyon sok kérdést vett fel, most mégis akkor kanyarodjunk vissza ide Székesfehérvár és az ön látogatásának okára, ugye egy gyáravaton vett most részt, ugye a Continens Technologies ZRT gyáravatóján. Mekkora beruházás jött most létre, hány új munkahely teremtődik ilyen csúnyán fogalmazva itt Székesfehérváron? Most egy 680 millió forintos beruházást jelenthettünk be. A Continest a tipikus példája azoknak a cégeknek, amelyek azzal kerülnek a győztesek oldalára, hogy rendkívül gyorsan tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, gyorsan felismerik az új piaci igényeket, azokra gyorsan tudnak reagálni. A világjárvány nyomán komplett iparágak alakultak át. A konténereket is korábban úgy ismertük, mint ilyen nagy téglatestek, amik nagyon nehezek, csúnyák. Ehhez képest most már ezeknek az összecsukható verziója is rendelkezik. Ilyeneket gyártanak itt Székesfehérváron. 1200 darabot egyetlen esztendő leforgása alatt, akkor a kapacitás jött most létre legalábbis. Ezek a konténerek egészségügyi, védelmi, ipari,
lakossági, rendezvényszervezési feladatokra és funkciókra is használhatók. Ezeket a konténereket láthatták a Sziget Fesztivál résztvevői, ezek a konténerek adták az infrastruktúrát a legutóbbi alpesi sí világbajnoksághoz, ezekből a konténerekből állították föl Budapesten az egyik mintavételi központot, ezekkel a konténerekkel szereljük föl a WHO ugandai központját. Tehát itt egy olyan világszinten is jegyzett és keresett innovációról beszélünk, amely gyakorlatilag ötödére csökkenti a szállítási költségeket, hiszen egy összecsukható konténer az egy ötödét foglalja el egy teljes, hagyományos konténer helyének. A gyárban most 40 új munkahely jön létre, ugyanakkor már tárgyalunk egy ehhez képest következő dimenziót megtestesítő bővítésről, ugyanis a cég Izraelből kapott komoly megrendeléseket, egészségügyi használatra és végső fázisában vannak, a fázisukban vannak a tárgyalások a bunkerkonténerek legyártására. Egy angol vállalattal stratégiai megállapodás aláírására került ma sor, tehát itt most valami új jött létre megint, valami olyan, ami ebben az új világgazdasági korszakban jelent hosszú távú erőt Székesfehérvár számára. És ezeknek a cégeknek is köszönhetően, meg a beruházásoknak köszönhetően is ugye azért a nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy a GDP a vártnál sokkal jobban növekszik, hogy a puskázok az egy évvel korábbihoz képest ugye 17,9%-kal nőtt, és az előző negyedévhez képest is 2,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye. Ez akkor azt jelenti, hogy valóban stabilan magához tér? Kezd magához térni? Magához tért a magyar gazdaság? Hát nézd, azt mindenképpen lehet mondani, hogy a világ egyik legsikeresebb válaszát adta Magyarország a világjárvány gazdasági következményeire. Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy a tavalyi évi beruházási rekord és az azt megelőző esztendők folyamatosan növekedő beruházási tendenciája meghozta a gyümölcsét. Lehet mondani, hogy a magyar export teljesítmény továbbra is húzza a magyar gazdaság összteljesítményét. Így most jó esély mutatkozik arra, hogy az esztendő végére 5,5%-os gazdasági növekedést érjünk el. Ha ezt elérjük, akkor ugye az idei esztendőben befizetett személyi jövedelemadóját visszafizetjük a gyermekes családoknak a következő esztendő elején. Nyilvánvalóan itt ez nem automatizmus, mármint az 5,5% sajnos nem automatizmus, hanem azért kőkeményen dolgozni kell még a következő 4 hónapban. Beruházásról beruházásra kell megnyerni a nemzetközi versenyeket, a nemzetközi csatákat az újabb és újabb munkahelyekért. A héten nem állunk rosszul, már egy 40 milliárd, 42 milliárd forintos debreceni beruházást be tudtunk jelenteni, és több olyan vállalati beruházásról is tárgyalunk, amelyek majd újabb lendületet adnak a magyar gazdaságnak. Ugye itt egy stratégiai döntést hoztunk tavaly tavasszal, hogy nem a segély alapú gazdaságpolitikára történő átállással, hanem az eddigi munkahely alapú gazdaságpolitika megerősítésével válaszolunk a járványra, illetve annak gazdasági következményeire, és ez bejött. Soha annyian nem dolgoztak Magyarországon a rendszerváltoztatás óta, mint jelenleg. Tehát a világjárványt követően máshol nem hallunk híreket külföldről, mint hogy hol milyen gyárat zárnak be, hol hány embert bocsátanak el tömegesen, hol milyen leépítések zajlanak. Ehhez képest Magyarországon foglalkoztatási rekord, beruházási rekord, exportrekord dől meg. Ugye Székesfehérvár is egy fontos szereplője a magyar autóiparnak. Ugye korábban a magyar autóipar teljesítménye évről évre dinamikusan és fokozatosan növekedett. Ha tavaly nem lett volna pandémia, akkor azt gondolom, hogy el tudtuk volna érni azt az abszolút rekordot, ami az autóipar termelési értékének 10 ezer milliárd forint fölé növekedését jelentette volna. A világjárvány miatt ez nem történt meg. Az idei esztendő adatai azt mutatják, hogy ez könnyen meg lehet. Az év első felében 5 ezer milliárd forint fölötti teljesítmény állt elő a magyar autóiparban. Ha csak így ezt a tendenciát folytatjuk, és még csak nem is erősítünk bele, akkor is az idei esztendő végére 10 ezer milliárd forint fölé megy a magyar autóipar termelési értéke, ami pedig mindenképpen azt jelenti, hogy mivel a magyar gazdaságban a magyar iparnak a 26%-át az autóipar jelenti,
hogy ez az 5,5%-os növekedés jól meg tudja alapozni. Akkor ez azt jelenti, hogy az elmúlt negyed év, az elmúlt két negyed év a mostani állapotok tekintetében a következő hetekre, hónapokra gazdasági szempontból optimisták lehetünk? Hát nyilván senki nem látja előre, hogy mi fog történni, negyedik hullám és a többi, de hogy összességében, ha mostani helyzetet nézzük. Hát azért szükség van még egy-két dolgra. Például arra, hogy a negyedik hullám minél kisebb gazdasági, egészségügyi és társadalmi károkat okozzon. Hogy ez így lesz-e, az azokon múlik, akik eddig nem oltatták be magukat. Mert akik be vannak oltva, ők már minden szükséges lépést megtettek annak érdekében, hogy minimalizálják az esetleges károkozását a negyedik hullámnak. Akik nincsenek beoltva, ők még nem lépték meg a szükségeset sajnos, ezért is arra kérünk mindenkit, aki még nincs beoltva, hogy legyen kedves, hozza meg ezt a döntést. Minél többen leszünk beoltva, annál kisebb károkat fog tud okozni. Károkat fog tudni okozni a negyedik hullám. Annak érdekében, hogy ne legyen lezárás, ne legyenek korlátozások, minél több embernek be kell oltatnia magát, és reméljük, hogy ez így is lesz. Tehát szükség van erre, aztán szükség van arra, hogy újabb és újabb beruházási csatákat nyerjünk meg. Itt ugye nem csak mi akarjuk dinamikusan növelni a gazdaságunkat, hanem mindenki más. Most azt, hogy egy gazdaság dinamikusan növekedik-e, az nagy mértékben attól függ, hogy létrejön-e annyi új munkahely, amely szükséges a növekedő gazdasági teljesítményhez. Most éppen ezért minden egyes beruházásért, ami munkahelyet teremt, verseny van. És ezeket a versenyeket kell megnyernünk. Ezek a versenyek, ahogy haladunk előre az időben, egyre áldázabbak. Nyilván a legáldázabbak az elektromos autóipar területén, hiszen az elektromos autóipar fogja jelenteni az európai gazdaságnak a gerincoszlopát majd a következő esztendőkben. Szerencsére itt is elég jól muzsikálunk. Alacsony adórendszerrel, a szakképzés bevezetésével, a költségvetési támogatásokkal abszolút versenyképesek tudunk lenni ezekben a csatákban. És ha már említette az oltást, ugye a hét elején, hát nevezik, hogy volt önnek egy kisebb csörtéje, pengeváltás a WHO főigazgatójával, ugye, aki a harmadik oltás kapcsán kvázi felszólította Magyarországot, hogy ezzel még várjon, miközben pedig hát, tudjuk azt, hogy a negyedik hullám, vagy ugye szakértők is ezt mondják, hogy a negyedik hullám elkerülése, mérséklése érdekében azért kifejezetten ajánlott, főleg egy bizonyos életkor fölött, hogyha a harmadik dózis is megkapja az ember. Hát nézze, nem volt itt szerencsére se csörte, se pengeváltás, mert a WHO vezérigazgatója, illetve főigazgatója kifejezetten dicsérően beszélt a magyar kormányzati intézkedésekről, gratulált a magyar kormánynak, a magyar orvosi karnak, a magyar egészségügyi dolgozóknak, a magyar embereknek azért a járványkezelésért, amelynek keretében Európa leggyorsabb oltási kampányát hajtottuk végre Magyarországon. Az egy más kérdés, hogy van egy olyan szakmai álláspontja, amely nem arról szól, hogy ne legyen harmadik oltás, hanem arról szól, hogy azért várjunk a harmadik oltásokkal, mert a világ egy jelentős részén nincs oltóanyag. Tehát nem az a mondás, hogy a harmadik oltás rossz lenne, vagy problémát jelentene, ezért ne adják be, mert még értékelni kell, hanem a világ számos pontján nincs oltóanyag, és a WHO főigazgatójának az egy fontos célja helyesen egyébként, hogy a világ minden tájára jussanak el az oltóanyagok, ezért mondja azt, hogy ahol felesleg van, ott inkább ne oltsák el, hanem vigyék el máshova. Mi ebből a szempontból teljesen tiszta lelkiismerettel vagyunk, hiszen több mint 1 millió adag oltóanyaggal segítettük már más országoknak az oltási programját, tehát mi ebből a szempontból is jól vizsgáztunk Csehországnak, Szlovéniának, Portugáliának, az Zöldfoki Köztársaságnak, Vietnámnak, Montenegrónak, Észak-Macedóniának, Bosznia-Hercegovinának adtunk 100 000-vel oltóanyagokat, tehát mi a WHO főigazgatónak a kérését vagy célkitűzését teljesítettük, illetve hozzájárultunk annak a teljesülésére. Aki pedig ugye arról beszélt, hogy szeptemberre az lenne a cél, hogy a világ összes országában legalább ugye 10%-ot elérjen az átoltottsági szint, és megint puskázok, hogy az év végre 40, a jövő év közepére pedig ugye 70%, miközben ugye szintén szakemberek azt mondják, hogy a járvány leküzdéséhez egy globális 80%-os átoltottságra lenne szükség, és azért kritizálják a WHO-t, ahogy én olvasom, hogy ezek ilyen látszat intézkedések, vagy látszat gondolatok. Hát igen, de a WHO-t azért kritizálják, mert valakit kritizálni kell ugye ilyen helyzetben. Én azt gondolom, hogy ez rossz pálya, tehát nem a WHO kritizálásával kéne
elfoglalniuk magukat ezeknek a szakembereknek, hanem inkább arról kellene beszélni, hogy az oltási hajlandóságot hogyan növeljük a világban, hogy hogyan lehetne elejét venni azoknak az álhíreknek, politikai indítatású ideológiai vitáknak, amelyek az embereket elbizonytalanítják az oltás tekintetében. Így van ez Magyarországon is. Baloldali ellenzék semmi más nem csinál, mint az oltások ellen hergel. Mondtam is a WHO főigazgatójának, hogy az csak ő hiszi, hogy a világ legjobb virológusai meg járványügyi szakemberei nála dolgoznak, mert a magyar ellenzék soraiban kell ezeket keresni, mert olyan bátran tesznek járványügyi kijelentéseket, hogy az ember csak ámul, bámul, miközben szakemberek homlok egyenest ellenkező állításokat fogalmaznak meg. És hogyha most itt feltesszük magunknak a kérdést, hogy a magyar ellenzéki politikusoknak, vagy a WHO-nál dolgozó szakembereknek hiszünk járványügybe, akkor azt hiszem, hogy hosszú ideig nem kell mérlegelni. Picit váltsunk így a műsor végére témát. Hogy állunk abban a nevezzük így harcban, amit ugye a gyermekvédelmi törvény kapcsán indítottak ellenünk? Hát továbbra is nagy a nyomás Magyarországon, hiszen a nemzetközi lobby szervezetek nem álltak le a Magyarországgal szembeni hetsz kampánnyal. Ebbe a sorba nyugat-európai, skandináv, Benelux országok is szépen várakozás szerint beleálltak természetesen, és megpróbálják elérni azt, hogy Magyarországon is lehetőségük legyen a különböző NGO-knak arra, hogy szexuális propagandát, szexuális orientációval kapcsolatos képzéseket tartsanak a gyerekeinknek az iskolákban és az óvodákban, ez nyilván elfogadhatatlan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt majd a népszavazás jelenti a végső, hát vagy végleges megoldást ebben a kérdésben. A népszavazás egy olyan népakaratot fog tükrözni, amelynél fontosabb és magasabb szintű akarat nincsen a politikában, úgyhogy készülünk majd a népszavazásra. Természetes, hogy folyamatos lesz a nyomásgyakorlás, természetesen majd sorra születnek azok az írások, amelyek a népszavazás érdemtelenségére, értelmetlenségére fognak rámutatni. Ezekről mind pontosan tudjuk, hogy külső beavatkozások eredményei és külső érdekeket szolgálnak. És végén egy sportos veszőpolitikai kérdés, az is egy viszonylag friss hír, hogy Karácsony Gergely ugye az atlétikai világbajnokságra szeretne vétót kérni a magyar, vagy illetve a fővárosi közgyűléstől. Megakadályozhatja Budapest, hogy atlétikai világbajnokságot rendezzünk? Ezek minden meg akarnak akadályozni. Meg akarták akadályozni a Puskás Aréna felépítését, megakadályozták az olimpia megrendezését, ha rajtuk múlott volna, nem lett volna foci EB vagy úszó VB Magyarországon. Ehhez képest magyar emberek 10 és 100 000-einek sikerült örömet szerezni azzal, hogy a világ legjobb sportolói eljöttek Magyarországra az elmúlt években. Most ezt az örömet akarják elvenni a magyar emberektől önző politikai érdekek mentén. Természetesen meg fogjuk akadályozni azt, hogy ezen tervüket végrehajtsák. Miniszterből köszönöm szépen, hogy köszönöm itt volt, is. És várjuk vissza a legközelebb is. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, maradjanak velünk, viszontlátásra!